Itt Miskolcán városában.
repülőpartiba. Thank you.
Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Önök a Miskolc Televízió sportmagazinját, a Sportperceket látják. Jótékonysági futballgálát rendezett szombaton a Bajtársak Diósgyőr Szurkolói Klub. A rendezvény teljes bevételét sérült sportolóknak, illetve az utánpótlás csapatnak ajánlják föl. A Miskolc Városi Sportcsarnokban a DVTK jelenlegi csapata és a diósgyőri öregfiúk is megmérkőztek egymással. Mintegy 1000 szurkoló váltott jegyet a szombatesti futballgálára. A rendezvénynek a jótékonyságon túl az összefogás és a példamutatás volt a legfőbb célja. Már régóta vagyok Diósgyőr szurkoló, és megtetszett az ultráknak ez a kezdeményezése, hogy összefognak a csapatért, mert számomra ez nagyon fontos azért, hogy meglegyen az összefogás. Nem az eredménye fontos, inkább az összefogás, az, hogy sokan legyünk. Az U15-ös csapat bemutatkozó meccse után az est fő attrakciójaként sok-sok egykori és jelenlegi közönség kedvenc is pályára lépett. A legendás diósgyőri játékosokat még a fiatalabb korosztály is jól ismeri. Igen, ismerem Salamont. Igen, Salamont. Salamon fog ma játszani? Nem tudom. És a nem öreg fiúkból, hanem a DVTK csapatból ki a kedvenc játékosod? Lipusz Norbert és Köteles Laci. Miért ők? Mert jó játékosok. Az a korosztály vagyok, aki láthatta az idősebbeket is futballozni még annak idején. Még azt, hogy akkor még nagyon fiatal voltam. Én azt hiszem, hogy nem az eredmény a fontos, hanem inkább a látvány a közönségnek a szórakoztatása. És hát hosszú évek tapasztalata mondatja velem, hogy az ilyen mérkőzések általában döntetlennel szoktak, sok gólos döntetlennel szoktak végződni, úgyhogy én ezt várom. A régi csapatból sok kedvencem, a mostani csapatban is vannak kedvencem, majd nem mondjak neveket. A régi csapatban is a csapatot szerettem, illetve hát a közönséget, és a mostaniban is azt szeretem. A megmérettetés előtt a DVTK legtöbb meccset játszó középpályását az öltöző folyosón kaptuk lencse végre. Oláh Ferenc nem volt túl bizakodó, amikor arról érdeklődtünk, hogy milyen mérkőzésre számít. Nehéz, nagyon nehéz, már nekünk minden nehéz ebből a korban. Volt egyébként valamilyen felkészülés? Hát a megbeszélésen kívül semmi. Már azért arra nem nagyon van időnk. Én ugyan egy héten egyszer-kétszer még eljárok sportolni, tehát látni szezni, de futball az már kiesett az életemből. Ha egy végeredmény tippelésre kérném, akkor mit mondanak? Hát, tippeltek, de nem tudom a végeredményt. Nem tudom. Sok gól lesz, remélem. A meccset megelőző kemény edzésekről azonban az egykori remek védő Teodoru Borisz sem tudott beszámolni. Igazából komoly felkészülés nem nagyon volt, örültünk a meghívásnak, szívesen jöttünk el, ugye mi már igazából nem futballozunk, csak itt keftelésből egyéb egyszer-kétszer az öreg fiúkkal. Mettől meddig volt a Diósgyőr játékosa? Én csak saját nevelésű voltam, én 10 éves korból kezdtem és 29 évesen hagytam abba. A kiváló kondícióban lévő futballisták igazi csapatjátékkal kápráztatták el a diósgyőri közönséget. Hanyec 3, míg Slivka és Kisár 2-2 gólt rúgott. Az öreg fiúk csapatából Vitelki, Földvári, Dobó és Farkas János is eredményes volt. Mint ahogy az eredmény is mutatja, persze félgőzzel játszott mondjuk a DVTK első csapata, hogy az öreg fiúk nem játszottak alárendel szerepet. Annyival volt jobb az első csapat, hogy sokkal többet tudnak futni és gyorsabban, ami ma már elengedhetetlen a mai játékban. Akkor is kellett szaladni, de ma már hatványozottabban ez érvényesül. Az egykori kiválóságok ellen játszani megtiszteltetés volt a mai játékosoknak. Azt gondolom, hogy felemelő érzés volt a régi nagy játékosokkal egy pályán lenni. Nagyon sokat tettek a Diósgyőr, és azt gondolom, ez megtiszteltetés ott velük 50 percig játszani. Nem gondolta ezt másképp az indonéz első osztályból Diósgyőrbe igazolt togói származású hátvéd sem. Nagyon jó meccs volt, de ez természetes, hisz olyan sportolókkal játszhattunk, akik ugyan már nem fociznak, de valaha kiváló játékosok voltak. Ez egyébként nem is igazi meccs volt, sokkal inkább szórakozás. Takács Péter nagyon örült a diósgyőri Bajtársak kezdeményezésének. Annál szebb születésnapi ajándékot, hogy együtt játszhatott a legendás nagyöregekkel, nem is remélt az immár 19 éves középpályás. Nagyon megható volt, tényleg csak szuper latinuszokba tudunk a szurkolóinkról beszélni. Én eddig is tudtam, illetve a társaim eddig is tudták, hogy itt van a legjobb szurkolótábor, de én azt mondom, hogy le a kalappal előttük. Tehát az egész mérkőzés alatt szerintem mindenkinek a
a hátán a szőr felállt, mert annyira jó érzés volt itt pályára lépni. A végén pedig erről az ünneplés, ezt nem fölösleges beszélni, mert ez fantasztikus volt. Azonban az öreg fiúk szívét is megdobogtatta, hogy ismét magukra húzhatták a piros-fehér mezt. Felemelő, azt hiszem, ezt így szavakban nem lehet kifejezni. Talán most is még a sírás folytogatja a torkomat. Így ilyen hosszú idő után a csapatban, meg ilyen lelkes közönség, ugye talán az országban nincs ilyen jó közönsége egyik csapatnak sem, mint a Diós Győrnek. Sajnos, hogy nincsen olyan jó csapat, mint amit ez a város, meg talán az egész megye megérdemelne. Dubó Zoltán a Diós Győr történetében legtöbb gólt szerző jobb összekötő mottóját is megfogalmazta. A futballt szeretem a legjobban, utána a kutyámat, utána a feleségemet. Persze ezt humorból mondtam csak. A 16 Diós Győr szurkoló 5 napi megfeszített munkájának eredményeként létrejött rendezvény teljes bevételét jótékonysági célra ajánlják föl. A sérült játékosnak a vizsgálására egy műszert szeretnénk ebből vásárolni, maradék pénzből pedig feltetőleg az utánpótlást szeretnénk támogatni. Természetesen össze kell számolnunk a bevételt, és akkor ezek után meg tudjuk mondani, hogy mennyi volt a pontos mai bevétel. Igazából a terveinket, úgymond a mai nézőszám az igencsak meghaladta, mert körülbelül kicsit kevesebb nézőre számítottunk, úgy, hogy a klubnak ugye az anyagi helyzet az valamiért rendeződött, de ettől függetlenül a szándék az, ami fontos, és úgy érezzük, hogy mi mindent tőlünk tehetőt megtettünk. Parádés megoldások, szép ívelések és remek cselek jellemezték a rendkívül kiegyenlített mérkőzést. Az utolsó percben pályára özönülő futballisták játéka a végén inkább kézi és kosárlabda, helyenként pedig rögbi meccsre emlékeztetett, de egy biztos, a diósgyőri öreg fiúk csapata a közönség legnagyobb örömére kiállta a próbát, hiszen az 5-2-es félidő után végül 11-7-re nyerte a tét meccset.
Yeah.
Miskolc lesz a majdnem!